Letöltendő börtönbüntetéssel sújtják ezentúl azokat a gépjárművezetőket, akik alkohol vagy kábítószer hatása alatt, illetve jogosítvány nélkül halálos kimenetelű balesetet okoznak. A vonatkozó törvénytervezetre döntő fórumként bólintott rá a képviselőház. Romániában egyre gyakrabban fordul elő, hogy a gépkocsi vezetők ittasan, kábítószer hatása alatt vagy jogosítvány nélkül ülnek a volán mögé és balesetet okoznak. Az esetek többségében testi sérülést vesznek jegyzőkönyvbe, de a halálos kimenetelű balesetek terén is éllovas uniós szinten az ország. A KRESZ szigorítása elengedhetetlenné vált, állítják azok a hónatják, akik benyújtották a vonatkozó törvénytervezetet, amelyet most döntő fórumként elfogadott a képviselőház. Ezt megelőzően a szenátus is egyhangulag támogatta a kezdeményezést. Remélem, hogy jobban meg fogja gondolni magát az, aki ittasan, kábítószer hatása alatt, vagy ne adj Isten, jogosítvány nélkül ül a kormányhoz és vezet a közutakon. Azért, mivel, hogyha halálos baleset következik ez a vezetés után, akkor börtönbüntetést fognak kapni. Jelenleg a bírósági gyakorlatban megszokott, hogy az ilyen esetben kiszabott börtönbüntetést felfüggesztik, ez a továbbiakban nem lesz lehetséges. A képviselő hozzátette, bár a jogszabály valóban előrelépést jelent, a prevencióra is jóval nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Nem az a lényeg ugyanis, hogy embereket börtönbe csukjunk, hanem az, hogy elkerüljük ezeknek az eseteknek a megismétlődését, fogalmazott.